A gazdasági válság idején jelentősen csökkent az új autók piaca, a legnagyobb mélypont 2010-ben volt. Azóta azonban fokozatosan javuló tendenciát mutat a piac, 2018-ban pedig már jelentős növekedés volt megfigyelhető. Összességében elmondhatjuk, hogy egy nagyon sikeres évet tudhatunk magunk mögött. 17%-kal nőtt a személygépjármű piac, ez egyébként 136.601 darab autó forgalomba helyezését jelentette. Egyébként még az is hozzátartozik, hogy lehetett volna ez a növekedés nagyobb is, viszont ugye az idén életbe léptek bizonyos környezetvédelmi szabályozások, aminek az egyik pontja az, hogy nagyon hosszú tesztfolyamatokon kell átmenni az új autóknak, mire megkapják a forgalomba helyezésre szükséges engedélyt, úgyhogy nagyon sok autó átcsúszott már az idei évre, úgyhogy a szerződéskötések száma ettől még nagyobb számot tud mutatni. Tavaly már jelentős mértékben tértek vissza a magánvásárlók a személyautók piacára. Ennek a vásárlói környezet javulása áll a hátterében. Egyrészt növekedtek már a hitelfelvételek, tehát már az emberek bátrabbak, vannak nagyon jó kamatozású hitelek, fix kamatozású hitelek is vannak már jobban, mernek az emberek esetleg vállalni terheket, és hát nyilván az, hogy növekedtek a jövedelmek, ez azért segíti ezt a növekedést is. Kis haszonjárművekben mintegy 23 ezer darab került forgalomba tavaly a teljes év alatt, 14%-kal múlva felül az előző év adatát. A motorkerékpárok forgalomba helyezése 31%-kal bővült 2018-ban, ez elérte a közel 3 ezer darabot. De egyre növekszik az elektromos és hibrid járművek piaca is, azonban itt még bizonytalanság tapasztalható, mind az eladói, mind pedig a vásárlói oldalon. Én úgy gondolom, hogy ez még azért inkább csak divat, azért még sok kérés van az elektromos autókkal kapcsolatban. Nagyon komoly fejlesztések vannak. Volkswagennek is volt a héten egy bejelentése, hogy egy új töltőállomást fejlesztett, ami már egy ilyen hordozható töltő, de a mi márkáink azt mondják, hogy amíg 500-600 kilométert nem tud elmenni egy elektromos autó, addig nem fogják bevezetni ezeket a modelleket, de igen, nő egyébként a kereslet ezek után is. A Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete 18%-os piaci növekedésre számít a személyautók piacán 2019-ben. Előrejelzésük szerint összesen csak nem 160 ezer személygépkocsi forgalomba helyezésére számítanak. Ezen belül 2 ezer lehet a tisztán elektromos autók száma, ami 54%-os növekedés az előző évhez képest, és 1000 plug-in hibrid autót adhatnak el, ami 30%-kal haladja meg a tavalyi értékesítést az Egyesület várakozása szerint. Az Egyesület előrejelzésében 30 ezer új kis haszonjármű forgalom helyezése szerepel, ami 13%-kal több a tavalyinál. A nagy haszonjárműveknél 11%-os növekedést, 7 ezer új forgalomba helyezést várnak, a buszoknál 21%-os növekedésre, 800 új buszra számítanak. A motorkerékpárok forgalmazásában pedig 10%-os bővülést jeleznek, ami 3300 új jármű forgalomba helyezését jelenteni.